Ezen túl ebben a megújult tornateremben vehetnek részt a mindennapos testnevelés órán a szakolyi diákok. A terem korszerűsítése is részét képezte az Arany János iskolában annak a beruházásnak, mely az intézmény infrastruktúrális hátterének a fejlesztését segítette. Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 33 millió forint összegben nyert felújítást. Elsősorban a régi 1991-ben épült épületrészt sikerült megújítani ennek a segítségével. A tornaterem kapott új padlózatot és festést, mellette az öltözők teljes felújítása történt meg, valamint az összes olyan vizes blokk itt a földszinten és az emeleten, ami ebben a régi épület részben van. Emellett a tankerületi központ bútorzatbeszerzéssel, eszközbeszerzéssel segíti az itt tanulók mindennapjait. A szakolyi iskola korszerűsítése egy nagyobb, a térség nevelési és oktatási intézményeit érintő beruházási program részét képezi. 6 milliárd forintból 13 iskola újult, illetve újul meg az elkövetkezendő időszakban. 6 új bölcsőde épül, és 6 új, illetve felújított óvodát fogunk átadni, ha Isten is megengedi, a jövő év folyamán. Most a 6. iskola felújítást adtuk át. Ez nagyon fontos, mert hogy a felújítási program felénél vagyunk. Ugye Újfehértó jön számításba a térségben, Kállósemjén, itt Szakolyban vagyunk, Vállalj, Nyírcsászári, Nyírbátor, hogy csak az eddigieket említsem. Simon Miklós hozzátette, a bölcsődék, óvodák és iskolák felújítása azért is fontos, mert ezzel a vidéket kívánják erősíteni és a fiatalok elvándorlását csökkenteni, hiszen helyi szinten is modern körülmények között minőségi nevelést és oktatást biztosíthatnak a gyermekeknek.